Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök június 25-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Szép eredményekkel zárta az idei tanévet az Eötvös József Gimnázium. Ballagással egybekötött évzáró ünnepséget tartott a Talentum iskola. 100-nál is több diák vett búcsút a Vaszari János általános iskolától. Kézműves programmal indította a nyári szünetet a Tatai Könyvtár. Elbúcsúztatták a 2023-as, 2024-es tanévet az Eötvös József Gimnázium diákjai. Bár sokan még csak a héten fejezik be az érettségiket, az intézmény vezetője már most is elismeréssel beszélt a diákok teljesítményéről. Bár az évzáróig még csak két osztály érettségizett le az Eötvös József Gimnáziumban, a már végzett csoportok statisztikái is elismerésre méltók, és ígéretesek a diákok tovább tanulási szándékainak tekintetében, hangsúlyozta a nyári szünet küszöbén az intézményvezető. Barsi Éva hozzátette, csak úgy, mint a búcsúzó osztályoké, az intézmény átlaga is kiemelkedő. 4,54 lett az iskola átlag a 23-24-es tanévben, és a diákjaink 40%-a kitűnő vagy jeles eredménnyel zárt. Nincs bukás, nagyon-nagyon sok országos tanulmányi és sportversenyen értek el kiemelkedő eredményt a diákjaink, OKTV döntőseink voltak, magyar irodalomból, matematikából, informatikából, németből, spanyol nyelvből, de fizika, matematika, magyar versenyek országos döntőiben remekeltek, még egyéb versenyeken, sportversenyeken, a futballdiák olimpián, sakdiák olimpia országos döntő, futszál, úszás, országúti kerékpár, atlétika, strandröplabda, tehát nagyon-nagyon eredményes, színes, gazdag tanévet zártunk. Kihívás is mindig van, új kihívás is mindig van, meg izgalom is természetesen. Hát eleve az izgalom, hogy mindig új gyerekek jönnek, új kilencedikesek, akiket meg kell ismerni, össze kell csiszolódni. De hát az új kihívások az, hogy most érkeztünk el oda, hogy a 2020-as nagyszerinti új érettségi rendszerrel és az új felvételi rendszerrel szembesültek diákjaink, meg hát mi is. Mi lesz az, hogy intézményi pont, az egyetemeknél ez mit jelent, hogy intézményi pont, milyen lesz az egyetemi elbeszélgetés, vagy milyen formában valósítják ezt meg az egyetemek, pontosan hogy fog kinézni majd az írásbeli érettségi, bármi, ugye a követelményrendszert láttuk, mit kell tudni a gyerekeknek, láttunk mintafeladatsorokat, de hát élesben most szembesültek a diákok ezzel, de hát az eredmények azt mutatják, hogy vették az akadályt. 15 8. osztályos gyermek ballagott el a Talentum iskolából, amely ünnepség a tanév utolsó napján zajlott a helyszínen. Az intézmény végzősei kimagaslóan jól teljesítettek angol nyelvből, de az évzáró során a többi tehetséges és szorgalmas diákok is díjazták a rendezvényen. Jól ismert dalokat énekelve, virággal a kezükben sorakoztak fel a Talentum iskola 8. osztályos tanulói, akik hivatalosan is búcsút vettek az intézménytől június 21-én. A fiatalok az év során ügyesen tudták kamatoztatni a magas számú idegennyelvi órákat, hiszen mindnyájan közép- vagy felsőfokú vizsgával tudják elkezdeni a középiskolai tanulmányokat. Az ünnepség másrészt a többi diák tanévzárója is volt, így a kis létszámú osztályokból sokan kaptak elismerést a 2023-as, 2024-es időszakban elért eredményekért és szorgalmukért. Nálunk az egész iskolában az elsőtől a 8. osztályig 16 fős osztálylétszámok vannak. Mi most 15-en ballagunk, mert egyik tanulónk a tanév elején külföldre költözött, és ő sajnos nem tud velünk együtt lenni. Az osztály kirándulásra el tudott jönni, de külföldön is vizsgáznia kell, úgyhogy itt 15 fő ballag a 8. osztályból. Várták már a gyerekek ezt az alkalmat, vegyes érzésekkel. Amikor megtudták, hogy felvették őket a középiskolába, akkor egy kicsit nyilván már arra fele előre gondolkodtak, ez mindig így van évről évre.
Viszont amikor elérkezünk az utolsó percekhez, akkor pedig visszanézünk, visszatekintünk, és bizony voltak megható pillanatok a búcsúzásnál az osztályteremben. Kiemelkedő évet zárnak a nyolcadikosok, mindenkit olyan középiskolába vettek fel, ahova elsősorban szeretett volna menni, zömében gimnáziumban tanulnak tovább a gyerekek, és sikeres nyelvvizsgát tettek valamennyien, mind a 15-en, és kiemelkedő az az eredmény, hogy 5 diákunk felsőfokú nyelvvizsgát tudott tenni, komplex C1-es nyelvvizsgával büszkélkedhetnek. Nagyon sűrű hetek állnak mögöttünk a tanévzárással, az osztálykirándulásokkal, de még nem pihenünk, mert a jövő héten nekünk itt még dolgunk van, mert értekezleteink lesznek, le kell zárnunk még a tanévet, rendbe kell tennünk a termeket, úgy megyünk el majd a nyári szünetre, és az első dolgunk az nyilván, meg az első gondolatunk a pihenés, de a nyár második felében azért már mindig készülünk majd a következő tanévre is. Összesen 110 fő ballagott el a Vaszari János Általános Iskolából a tanév utolsó napján. Az osztályok rendhagyó időszakon vannak túl, hiszen a világjárvány mellett az intézmény felújítási munkálataihoz is alkalmazkodniuk kellett a gyerekeknek. A fiatalok így is jól teljesítettek, több díjat is átadtak az ünnepségen. Ünnepi öltözetben a Vaszari János Általános Iskola emblémájával díszített kék nyakkendőt viselve hallgatták a beszédeket az intézmény 8. osztályos tanulói. Június 21-én Tata egyik legnagyobb tanintézete is megszervezte a ballagását, amely az idei esztendőben összesen 5 osztályt érintett. Az igazgató gondolatai mellett díjátadásra is sor került, hiszen már több éves hagyománya a létesítménynek, hogy a legtehetségesebb és legszorgalmasabb fiatalok munkáját a tanév végén külön is elismeri a közösség. 110 nyolcadikos végzős diákunk van, fájó szívvel búcsúzunk tőlük. Nagyon különleges ez az évfolyam, hiszen sok mindent megéltek ezek a gyerekek felső tagozaton főleg. Ugye a digitális oktatást, a felújítás alatt elég sok nehézségben ütköztünk, úgyhogy ezek a diákok a türelmükről, az alkalmazkodó képességükről is tanúbizonyságot tettek. Mindemellett nagyon szép eredményeket értek el, akár a tanulmányi versenyeken, művészetekben, zenében, sportteljesítményben nagyon kiváló csapattól búcsúzunk ma. Mai napon is díjazunk diákokat, a Vaszari díj is átadásra kerül, valamint a jó tanuló, jó sportoló, a jó sportoló díj és az év diákja is gazdára talál a mai napon. Ennek hagyománya van már nálunk, ezeknek a díjaknak különböző kritériumai vannak. A Vaszari díjnak számos országos versenyeredmények, a magatartása a tanulónak a tanulókkal, a diáktársaival, a felnőttekkel, valamint a kitűnő tanulmányi eredmény 8 éven keresztül itt a Vaszariban, úgyhogy ezek a díj odaítélésének feltételei. A jó tanuló, jó sportolónál is 4,5 feletti tanulmányi eredményről van szó, országos eredményekről. Úgyhogy a jó sportoló díjnál már nem tanulmányi eredményhez kötjük, hiszen vannak olyan tanulóink is, akik kiváló országos eredményeket érnek el, sportteljesítményük kiváló, viszont tanulmányban mondjuk nem 4,5 felett vannak. Nagy köszönet kollégáimnak, hiszen azért ez a 4 év minket is megpróbáltatások elé állítottak. Azt gondolom, hogy a nevelőtestület egymást segítve, egymást biztatva haladt végig a 4 év során, és én nagyon büszke vagyok erre a Vaszari csapatra, kollégáimra is, és a diákokra is. Szinte minden nap kínál programot az érdeklődőknek a nemrégiben átadott Magyari Ház, legutóbb a legkisebbeket szólította meg az intézmény. A vakáció első napján ingyenes kézműves foglalkozást szerveztek a könyvtár munkatársai, ahol a Papírsárkány kreatív műhely alapítói voltak a részvevők segítésére. Sorra fogytak a kihelyezett színes ceruzák, az eszközöket pedig szorgos gyermekkezek használták a vakáció első napján. A Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtára a nyári szünetet követő szombati napon már izgalmas és kreatív programmal várta a legkisebbeket, akiknek munkáját sok esetben segítették a szülők is. A nemrégiben átadott intézmény szinte minden nap jelentkezik valamilyen tematikus rendezvénnyel. Kitört a vakáció, és a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár törekszik arra, hogy családoknak kínáljon programot,
Nagyon jó alkalom ez a mai kézműves foglalkozás, amelyet a Papírsárkány kreatív műhely munkatársai tartanak. Görözdi Lilla és Görözdi Rita, egy testvérpár. Nagyon izgalmas dolgot készítenek a gyerekekkel papírból. Nagyon örülünk, hogy a gyermekeket szüleik, nagyszüleik is elkísérték. Többen komplett családként érkeztek. Úgyhogy kellemes időtöltés ez a könyvtár berkeiben, a könyvek között, hiszen aki betér kézműveskedni, ők azért a polcokon lévő könyveket is leemelik, megnézegetik, és többen be is iratkoznak. A kézműves foglalkozás sokak érdeklődését felkeltette, már a kezdést megelőző percekben elfogytak az üres székek. A programot a Papírsárkány kreatív műhely alapítói segítették, akik természetesen a helyszín tematikájához illeszkedő alkotási folyamatot találtak ki. Ezt a meghívást erre a megnyitó eseményre kaptuk, és akkor egy ilyen kis könyvvel készültünk, amit a gyerekek könnyen el tudnak igazából készíteni. Ha már könyvtárban vagyunk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy remek feladat lesz nekik. Itt mindent ki tudnak próbálni, most éppen vagdosnak, meg rajzolhatnak, ami igazából testhez álló, így a kicsiknek vagy a nagyobbaknak, úgyhogy mindenki szerintem megtalálja, ami számára így örömet okoz, és ki tudja magát fejezni a technikával. Szerintünk igazából nagy igény van erre, úgyhogy hozzánk tényleg óvisoktól kezdve egész nagyok is járnak, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy így be tudtuk vonzani így a tatai gyerekeket, illetve felnőtteket is. A nyári szünetben szervezett táborok nagy segítséget jelentenek a szülőknek, hiszen így a gyerekek továbbra is közösségben lehetnek és minőségi időt tölthetnek el. De nem csak a tervezett többnapos turnusokra, az alkalmanként jelentkező programokra is nagy igény van. A könyvtárra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen, sok jót hallottunk már róla ismerősöktől, és a kislányom jár a Papírsárkány kreatív műhelyben, ők szervezik most ezt a foglalkozást, és ezért is szerettünk volna eljönni ide. Nagyon fontos nekünk, hogy tartalmasan töltsék el a nyarat, mert ugye kiesnek egy közösségből, az iskolából vagy az óvodából, és legyen tartalmas program, ahol jól érzik magukat. A Magyari Ház június végéig színes programkínálattal várja az érdeklődőket, majd július hónapban szünetelnek a könyvtár szolgáltatásai. A Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár értesíti tisztelt olvasóit, hogy július 1-e és július 31-e között a könyvtár szolgáltatásai szünetelnek. A nyári szünetet követően augusztus 1-én csütörtöktől ismét várják az olvasókat. Tatami 7 címmel a Talentum iskola grafikus diákjainak és művésztanárainak tárlatával is kapcsolódik a Kunidomokos Múzeum az idei Vízzenevirág fesztivál programjaihoz. A kiállítás a Tatai vár első emeleti kiállító terében június 27-én csütörtökön délután 5 órakor nyílik, és 60 alkotáson keresztül nyújt bemutatkozási lehetőséget a szakgimnázium tehetséges grafikus növendékeinek, valamint tanárainak. Következzenek keddesti híreink, még egyszer röviden. Szép eredményekkel zárta az idei tanévet az Eötvös József Gimnázium. Ballagással egybekötött évzáró ünnepséget tartott a Talentum iskola. Száznál is több diák vett búcsút a Vaszari János általános iskolától. Kézműves programmal indította a nyári szünetet a Tatai Könyvtár. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 25-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemleműsorunk következik, majd sportösszefoglalónkat láthatják. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!